Szintén párosa, Kiscsatár Imre és Siroki Zoltán a Rajdobogon. Odébb van, hogy mi tudjunk nyitni az ajtót. Üdvözöllek benneteket, őrült nagyot fújtattál már most. Nehéz ez a viadal? Nem is a viadal, de voltak technikai problémák, hogy időkifüggesztések hol vannak, hol nem, és rohanunk el tehát a városon, mert teljesen máshol találtuk meg a filiásba, ami írva volt, és ahol a valójában ide kellett volna gyerünk, úgyhogy csodálkozatosan van 5 darab historikus autó. Nem tudom, mi lesz ebből. Most is meleg van, de éjszaka is meleg lesz. Éjszaka nem ettől lesz meleg, hogy süt a nap. Bízunk benne, hogy azért az időjárás kegyes lesz hozzánk, nem lesz eső. Ezt kell csinálni. Köszönöm szépen, csináljátok jól ezen a hétvégén. A Kiscsatár és Siroki város, tehát 309-es rajtszámban, és érkezik 300. Dénes 542, egy piros Suzuki autóból szivárog az üzemanyag, a tűzoltók már ott vannak előttek, hogy a tulajdonos is ott lenne. Tehát Kálmán Hedvig Dénes 542, egy piros Suzuki Swift tulajdonosát keresünk, siessen gyorsan az autójához. Okay.
Kérem, hogy a díjátadó vendégeinkhez Paher Péter, a verseny rendező bizottságának a tagja is csatlakozzon és segítsen nekünk, hogy minél gördülékenyebb legyen a történet. Sziasztok, egy nagy fújással érkeztetek meg hozzánk. Nehéz volt? Hát nagyon örülünk, hogy célba értünk. Igen, ez a második nap, ez kicsit az első időjárás ugye befolyásolta. Teljesítettük és örülünk, hogy értünk a célba. Azt mondta Rímár Tomi, hogy úgy kapogott a jég a motorháztetőn, hogy rögtön fölébredtek. Igen, mindenki fáradt volt, de is valóban tényleg jó nagy darab jegek hullottak a kocsira, úgyhogy én is az előtt néztem, hogy nincs jégkár, de nincs, hál' Istennek. Egyébként hogy tetszett? Volt minden, nem csak az időjárás nézve a mai napon, hanem tegnap az éjszakába is belegyúltunk, sőt már a reggelbe is, hiszen eléggé hajnalban ért véget a tegnapi nap. Igen, szerintem mindenki fáradt volt már tegnap este, főleg az utolsó körre, de tetszett, mert ritkán van ilyen, hogy éjszakában nyúló, illetve hajnalban nyúló versenyeket rendeznek Magyarországon. TS-sel a Historic mezőnyében befejezi a 19. Mohito Lemon Miskolc Rally-t. És 306-ossal egy következő páros, egy következő autó várakozik, akik pedig abszolútban megnyerték a Historic versengését. Merencsics Árpád és Varga Sándor a Suzuki.